Williams Televízió. Az Üllői Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában közel 200 növendék jár. Közöttük a 6-tól a 70 éves korúig minden generáció képviselteti magát. Most a november végi hangversenyre készülnek. Godó Jávorszky Marianna pedagógus éppen Bach zenéjét tanítja Borbé Csilla zongorista növendéknek. Az Üllői Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját a legnépszerűbb tanszakokról és a küszöbön álló fellépésekről kérdeztük. A 2015-16-os tanévet 187 növendékkel kezdtük, 190 az engedélyezett létszámunk. Ezt egyelőre nem léptük túl, de folyamatosan létszámemelési engedélyt kérünk a fenntartónktól. Hála Istennek, hogy ennyi növendék jelentkezett az idei tanévre is. A legnépszerűbb tanszakok továbbra is a zongora, ahol közel 70 növendék tanul. Valamint a gitártanszak igen népszerű, ennek egy része ugye a nemrég bevezetett jazzgitáron tanul. Körülbelül 25 növendékünk jazzgitáros, a többiek a klasszikus gitáron tanulnak. De természetesen a fúvós hangszerek is nagyon népszerűek, fuvolán, furuján, trombitán, klarinéton is tanulnak a gyerekek, valamint a régi, jól bevált, modern ütőhangszer. A jazzgitár tanszak bevezetése óta, azóta egyre inkább a fiúk is kezdik megszeretni és érdeklődni a zenei oktatást. Különleges inkább az nálunk, hogy 6 évestől egészen 70 évesig tanulnak a növendékek. Legidősebb növendékünk az idén betöltötte a 70. életévét, ő a magánének tanszakon tanul. Már novembert írunk, milyen ünnepi fellépéseik lesznek még a 2015-ös évben? Most állunk éppen a növendékhangversenyek előtt, melyeket a Városháza rendezvénytermében fogunk megrendezni. 4 darab növendékhangverseny következik november hónap folyamán. Természetesen ezek mellett a szokásos kiállítás megnyitókon részt veszünk. A Nyugdíjas Klub énekkarának, az Rínyi Ilona Nyugdíjas Kórusnak 10 éves jubileumi ünnepségén fellépnek a növendékeink, valamint a jubiláló házaspárok ünnepe is előttünk áll november hónap folyamán, úgyhogy nem fogunk unatkozni.